Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója. Február 10-e Elvira névnapja van. 210 éve Pozsonyban megszületett Batthyány Lajos gróf, Magyarország első miniszterelnöke. 95 esztendeje Budapesten megszületett Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke. 254 éve pedig a párizsi békével véget ért az angol-francia gyarmati háború. Franciaország elvesztette összes észak-amerikai birtokát. Most következzenek a legfontosabb hírek, először csak röviden. Árad a Tiszazentánál. A hajnalban érkező áradat károkat is okozott a mólókban. Miniszterelnöki évértékelő beszédet tartott ma Budapesten a magyar kormányfő. Még mindig nem tudni, ki lesz a szerb haladó párt jelöltje a közelgő elnökválasztáson. Bűz és borzalmas látvány fogadja a Bajmokra érkezőket. A falu szélén napok óta gyűlnek az állattetemek. Hajnalban érte el a Tisza-Zentai szakaszát a Magyarországról érkező jégáradat. A város alatt egy rövid időre kisebb jégdugó is kialakult. A vízi járművek tulajdonosai aggódva szemlélik a vízen úszó jégtáblákat és a múlók megerősítésén dolgoznak. Látványosan emelkedik a Tisza a zentai szakaszánál. Egyetlen nap alatt 70 cm emelkedett a vízszint, azonban ilyen magas értékekre nem kell számítanunk. Észrevetően nő a Tisza vízszintje a zentai szakasznál. Egyetlen nap alatt 70 cm emelkedett. A hajnalban érkező jégáradat kisebb-nagyobb károkat is okozott a mólókban. A Tiszán a jég általában lassú olvadásnak indul és nem töredezik szét nagyobb táblákra. Ritkán van ilyen mértékű jégzajlás. Aggódunk, ez igazság, főleg ezekért az objektumokért, amelyek a vízen vannak. Reméljük, hogy alapvetően a város nem fogja ezt veszélyeztetni, ez a helyzet, de kellemetlen. Nagyon kellemetlen, és még nincs vége, ami a leglényegesebb. A vízen maradt úszó alkalmatosságok vannak kitéve a legnagyobb veszélynek. Az elrostásodott drótkötelek nem bírtak megbírkózni a jég súlyával. A szerencsének köszönhetően azonban nem történt baleset, és nem szabadultak el mólók, hajók, csónakok. Ez abszolút nem gyakori, mert hát ugye gondolom, hogy mindenkit, akinek van hajója, vagy csónakja, vagy valami, az borzasztóan megviselt bennünket, mert nem vártunk azért ilyen akkora jeget, még akkora telet ugye az idén. Az idén januárban nagyon be voltunk fagyva is mindenfelé, úgyhogy egy kicsikét kellemetlen. A hirtelen jött vízszint emelkedés várhatóan a jövő héten tetőzik. Délelőtt 368 cm mutatott a zentai vízmérce. A tavaszi árhullám azonban még próbára teheti a vízügyi szakembereket. Ez a vízállás még a Tiszán nőni fog, és a prognózisok szerint 14-ére ér a tetőfok, tehát akkor tetőzik, és mintegy 550-es vízállást várunk. Természetesen itt lehetnek eltérések pluszba-mínuszba, de a prognózisok ezt mondják. Az eddigi legmagasabb vízállást 2006 tavaszán mérték. Sikeresen befejezte munkáját a Dunán a Grebel jégtolóhajó. A legénység 31 napig törte a Dunán és a Száván kialakult jégtorlaszokat, ami alatt mintegy 3000 kilométert tett meg. A szerbiai villanygazdaság értesítése szerint a hajó visszatér a kikötőjébe a Vaskapu vízerőműhöz. Politikával folytatjuk. Európa jövője és Magyarország sorsa a tét. Erre helyezte a hangsúlyt mai évértékelőjében Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök beszédében elmondta, közösen kell tenni azért, hogy azoknak is hallani lehessen a hangját, akiknek a véleményét eddig megpróbálták elnémítani. A világrend megváltozott, a történelem kilépett a medréből, és ha nem vigyázunk, akkor az eddig felépített értékeink összedőlhetnek, tette hozzá Magyarország kormányfője. A budapesti Várkert bazárban tartotta meg 19. évértékelőjét Orbán Viktor. A magyar kormányfő beszédében aláhúzta, 2016 a legkevésbé sem volt unalmas. A történelem, mint fogalmazott, vett egy éles kanyart, és kilépett a kijelölt medréből. A kormányfő a Brexitet, az amerikai elnökválasztást és a magyar kvóta népszavazást is példaként említette arra, hogy az emberek sok helyütt megelégelték az utópiák erőltetését. Orbán szólt a migráns kérdésről is. Az érvelés alapú demokrácia helyett beköszöntött a korrektség alapú demokrácia. Az eszmék síkján ez azt jelenti,
hogy a liberális szellemi irányzat szembefordult a demokrácia eszményével, vagyis a többségi alapon, a többség akarata alapján megszervezett közösség ideájával. A magyar miniszterelnök aláhúzta, a holnap miatt nincs okunk idegeskedni. A családok talpra fognak állni, és anyagilag is össze fogják szedni magukat. Kiemelte, ha mindenki rendesen elvégzi a munkáját, betartjuk a törvényeket, nem lesz baj, és minden évben mindenki előreléphet. Ezért kell ragaszkodnunk ahhoz, hogy az adócsökkentéseknek és a béremeléseknek mindig a versenyképes magyar gazdaság legyen a vasfedezete. A magyar modell kötőanyaga a bátorság, amely nélkül semmilyen politikai építmény nem állhat fent, különösen nem itt, a húzatos Kárpát-medencében. Bátran újra kellett húzni a politika és a gazdaság közötti határokat, az állam és a piac közötti határokat, a bevált és az új ötletek közötti határokat is. Az EU-ban a jövő most árnyékot vet a jelenre, hosszú és sötét árnyékot. Ezt ők mondják, saját magukról nem mi, szögezte le Orbán Viktor. Így folytatta. A hadállások 2016-ban éles kontúrral rajzolódnak ki. A nemzetek fellázadtak a globalisták ellen, a középosztály a vezetők ellen. Az EU-ban ez azt jelenti, hogy a szuverén országok állnak szemben az unionistákkal, a kormányok a brüsszeli bürokratákkal, mondta. Orbán Viktor 19. évértékelőjét tartotta pénteken, a rendezvényt 1999-ben amerikai példára hasonlította meg a magyar miniszterelnök. Alexander Vučić szerb kormányfő Matthew Palmerrel az USA dél- és közép-európai külügyi irodájának igazgatójával találkozott ma. Vučić és Palmer kijelentették, hogy a két ország kapcsolatai szilárd alapokon nyugszanak, és helyes úton haladnak tovább. Palmer továbbá biztosította a miniszterelnököt az USA támogatásáról Szerbia-Európai Uniós útján. Palmer a Trump adminisztráció első tagja, aki Szerbiába látogatott. A kölcsönös tiszteleten és barátságon alapuló orosz-szerb kapcsolatok következetesen fejlődnek, áll Dmitrij Medvegyev azon levelében, amellyel Szerbia államiságának napjához gratulál. Az orosz miniszterelnök üzenetét Alekszandar Csepurin, Oroszország belgrádi nagykövete adta át ma Alekszandar Vučić szerb miniszterelnöknek. Vučić és Csepurin ezt követően gazdasági és politikai témákról egyeztettek, amelyen a szerb kormányfő egyebek mellett a Pristina és Belgrád közötti párbeszéd részleteit is ismertette az orosz féllel. Nincs vesztegetni való idő, mielőbb meg kell alakítani a koszovói katonaságot, nyilatkozta Hashim Thaçi. A Brüsszelben hivatalos látogatáson tartózkodó koszovói elnök szerint a parlamentnek mielőbb döntést kell hoznia a koszovói fegyveres erők megalapításáról. Hozzátette, kimerítettek minden lehetőséget arra, hogy a szerb listán indult képviselőket meggyőzzék, szavazzanak igennel a tervezetre, mivel véleménye szerint Belgrád befolyása alatt állnak és nem várhatnak Szerbia beleegyezésére a katonaság megalapításával. Pristinának nincs joga saját katonaság létrehozására, ezt az ENSZ 1244-es határozata tiltja, jelentette ki Ivica Dačić a szerbiai RTV híradójában. Szerbia külügyminisztere kiemelte, az egyetlen fegyveres erő, amely Koszovón tevékenykedhet, az a KFOR. Amennyiben a koszovói szerb lista képviselői a koszovói szerbek érdekeit tartják szem előtt, akkor nem fogják megszavazni a koszovói katonaság létrehozását, tette hozzá Dačić. A külügyminiszter arra is kitért, hogy ez a lépés csak a térség destabilizálása felé vezető újabb lépés lenne. Napról napra jelenik meg találgatás arról, hogy ki lesz a haladók jelöltje a közelgő köztársasági elnök választáson. Tomislav Nikolić vagy Alekszandar Vučić? Ez a kérdés. A végső döntést állítólag vasárnap hozza meg a kormányfő. Amennyiben Alekszandar Vučićnak nincs más álláspontja, akkor személyesen fogom őt javasolni a szerb haladó párt köztársasági elnök jelöltjének, nyilatkozta Miloš Vučević, az SHP alelnöke és Újvidék polgármestere. Ha Vučić másként gondolja, azt a párt elfogadja, mondta Vučević. Hozzátette, hogy mivel Alekszandar Vučić minden nap dolgozik, ezért hatalmas hátránnyal indul Saša Jankovićjal és Vuk Jeremićjal szemben, akik már javában kampányolnak a köztársasági elnök jelöltségért folyó küzdelemben.
A Szerbiai Szocialista Párt és az Egységes Szerbia Koalíciója kész támogatni a szerb haladó párt azon jelöltjét, aki már a köztársasági elnök jelöltség első körében győzedelmeskedik, ez pedig Alekszandar Vučić, nyilatkozta Ivica Dačić. A Szerbiai Szocialista Párt vezetője hozzátette, szeretné látni, ahogy Tomislav Nikolić a haladók támogatása nélkül vesz részt a köztársasági elnök választáson. Véleménye szerint ebben az esetben Alekszandar Vučić győzelme már az első körben biztos lenne. Vučić plusz Dačić egyenlő a győzelemmel, nyilatkozta a Szerbiai Szocialista Párt elnöke. Amennyiben indul, akkor Alekszandar Vučić már az első körben megnyeri a szerbiai köztársasági elnök választást, derül ki a Faktor Plusz legfrissebb felméréséből. Adataik szerint Alekszandar Vučić a szavazatok 55,2%-át gyűjtené be. Ellenfelei messze lemaradva követnék őt. A közvéleménykutatás szerint Vojislav Šešelj, a szerb radikális párt vezetője, és Vuk Jeremić, korábbi külügyminiszter mindössze 12%-ot érnének el a köztársasági elnök választáson. 5 év börtönre ítélte a belgrádi különleges bíróság Bojana Bajruševićet, annak a feltételezett bűnbandának a vezetőjét, amely 1996 és 2001 között 50 millió márka értékű hasznot húzott cigarettacsempészésből. Ez volt az első ítélethirdetés az ellene indított 10 éve húzódó bírósági ügyben. Több gyanúsítottja is volt a botránynak, ám a többi feltételezett érintettet felmentették. Köztük Kertész Mihályt is, aki 1993 és 2000 között a szövetségi vámhivatal vezetője is volt. Őt azzal gyanúsították, hogy a kelebiai, a batrovcei és a presevói átkelőkön a Tref Rent-a-Car cég járműveit ellenőrzés nélkül engedte át a határon, ezzel lehetővé téve óriási mennyiségű cigaretta csempészését Bojana Bajruševićcége számára. A vádirat szerint iratokat is hamisítottak, hogy úgy tűnjön több cégtől és országtól származik a dohányáru, írja a Szerbiai RTV. Hektáronként 4000 dinár minisztériumi támogatás. Ennyi jár a növénytermelőnek. A gazdák azt szeretnék, ha az agrártárca több pénzt adna. Évekkel ezelőtt a mostani szubvenció háromszorosa járt a termelőknek. A mezőgazdasági miniszter szerint nem hozta meg az eredményt a területalapú támogatási rendszer. A tavaszi vetés küszöbén a gazdák felvetik a kérdést, hogyan alakul a támogatás, mely haszon növény szavatol majd a nyerességet. A mezőgazdasági minisztérium adatai szerint az agrárköltségvetés növekedése ellenére nem változik a terület alapú támogatás nagysága. A növénytermelő gazdák úgy vélik, hogy ők ismét hátrányban maradnak a versenyfutásban. Mind nagyobbak és nagyobbak a kiadások a hektáronként a termesztésben, és ez, hogyha nem növekszik hamarosan a támogatások aránya, akkor ez nagyon negatívan fogja segíteni a termesztést. A mezőgazdasági miniszter szerint a terület alapú támogatások nem hozták meg a várt eredményt. Ta mera, analizirajući kroz godine, nije dala nikakav efekt, ne te 2 plus 2. Nego ni ona koja je bila od 12.000. Nikakve finanske efekte na poboljšanju poljoprivredne proizvodnje imala je više potrošački karakter. A minisztérium elképzelése szerint minden támogatást beruházásra kell fordítani a közép és a kisgazdaságokon. A vajdasági bejegyzett gazdaságokat a tartományi mezőgazdasági titkárság is támogatja, vissza nem térítendő támogatásokkal. A mezőgazdasági termelők az idei évben 500 millió dinárral nagyobb támogatásra számíthatnak, mint a tavalyi évben, ami azt jelenti, hogy az ő számukra megjelentetett pályázatok összértéke 1,4 milliárd dinár. Ezek a pályázatok február második felében jelennek meg a titkárságunk honlapján. A vajdasági kormány idén mezőgép vásárlásra és startup programokra is ad pénzt. Jó állapotban vannak a korábban vetett búzatáblák a zentai határban. A később vetett állomány még nem kelt ki mindenütt. Amennyiben jó idő lesz, a helyi gazdáknak nem kell jelentősebb termés kieséssel számolni. Igen változatos állapotban vannak a búzaparcellák a zentai határban. A sár miatt kevesen merészkednek ki a földekre, aki mégis megteszi, vegyes jövőképpel tér haza.
Az idébe elvetett buza, mondjuk, amit októberben elvetettem, buzát, az elég tűrhető állapotban van. Ellenben, amit répa után vetettem, tudnélik, a répát nagyon későn szedtük fel, ez valamikor november eleje, inkább 10-e körül vetettem az utolja buzát. Hát az tűbe van, ott van, hogy kelni akar most, hogy milyen idő lesz. Ha jó idő lesz, majd talán hamarosan ki kell. Én egyelőre úgy nézem, hogy tán különösebb olyan nem lesz, hogy ez majd hogy fog bebokrosodni, ez a jövő titka, ezt nem tudom megmondani. A 2-3 leveles állapotban lévő növényeken még nem jelentkeztek a betegségek. Az ősszel az árpákon megindult a hálózatos levélfoltosság, de az árpáknál eléggé látszik a hidegnek a hatása. Levelek lefagytak, úgyhogy most betegségek ott sem jelentkeznek, buzákon szintén nem találtunk betegségeket, itt a mi területünkön. A zentai határban hideg volt, hótakaró viszont nem. Ennek ellenére jó állapotban vannak a gabonafélék. Mivel a hideg folyamatos volt, így a növények nyugalmi állapotban voltak, és viszonylag jól átvészelték a hótakaró hiányát. Vannak 2-3 levelűek, a későbbi vetések, a korábbiak bokrosodás fázisban vannak, a hosszú csapadékmentes tél, itt főleg a hóra gondolok, hótakaró nélkül megviselte, és amit látunk a terepén, hogy ennek a hatása látható, viszont nagy károkat nem látunk. A szakemberek szerint jelenleg a legfontosabb, hogy mielőbb a földre jusson a nitrogén tartalmú műtrágya. Elpusztult állatok sorakoznak a bajmoki sintértelep bejárata előtt. A telephely napok óta zárva tart, így a helyiek nem tudják hová vinni elpusztult állataikat. A helyiek szerint ehhez hasonló eset már többször is előfordult. A sintértelep eddigi működését az önkormányzat biztosította, azonban a támogatást a közelmúltban megvonták. Itt jártunkkor is zárva volt a bajmoki sintértelep. A zárt kapuk előtt most is több állattetem található. Orfacsarú bűz és elborzasztó látvány fogadja a bajmokra érkezőket. A falu szélén található sintértelep előtt napok óta gyűlnek az állattetemek. December óta zárva van a telephely, így a helyiek az elpusztult sertéseiket és más állataikat a bejárat előtt hagyják. Ezt az önkormányzat támogatásával tudtuk megoldani, hogy közvállalat vagy magánvállalkozón keresztül, mint külső alkalmazottként működött az ember, és ennek a következménye az lett, hogy ezt a támogatást az önkormányzat megszüntette. Látszik arról, hogy ugye lakat került a kapura, tehát nem lehetett többet a telephelyre besemélni, nem lehet tovább működtetni. A helyi lakosok szerint a sintértelep folyamatos problémát jelent. A mostani körülményekhez hasonló helyzetek már korábban is előfordultak. Obyčajná praxa, že někdo nenosí tam, kde treba, nebo bátí na úlaz na kapiu, i to ne samo na úlaz, nebo i dále přímo na křivinách, a i posle křivinách to je obyčajná praxa, že zde má bátí mrtvé stoky. A telephely elhelyezkedése is problémát jelent, ugyanis az innen terjedő bűz sokszor megkeseríti a környékbeli lakosok életét. Ha arról fúj a szél, akkor erre mink, akik lakunk, nagyon kellemetlen. De hát az is jobb volna, mint így az út mellé dobálják az emberek. Vajdaság szerte több település küzd hasonló problémával. A bajmoki sintértelep elhelyezkedése évtizedek óta gondot jelent a helyieknek. Megoldásként egy új telephely létrehozását javasolják. Testi épségüket is kockáztatják a kerékpárral közlekedők Kelebia és a határátkelő között. A bicikliseknek kerékpárút hiányában az úton kell közlekedniük. Szabadka Európai Uniós pénzből építene bicikliutat, amely Kelebiát és a magyarországi Tompát és Ásotthalmot kötné össze. Itt a Kelebiát és a határátkelő helyet összekötő útszakaszon naponta több száz jármű közlekedik. A biciklisek kénytelenek az autósok, illetve a kamionosok mellett haladni a közúton. Ez azonban hamarosan megváltozhat. Egymás után mennek a több tonnás kamionok a kelebiai határátkelő felé vezető úton. Ha biciklivel közlekedik erre valaki, nem sok választása marad. Vagy tolja a kerékpárt, vagy a sokszor túl gyorsan haladó autók teherkocsik mellett teker. Ez akár balesethez is vezethet. A járdány mennek a biciklisek, és az embereket vagy elütik, vagy lelükik a gyalogosok a bicikliseket, és nagyon jó van egy kis terülő. Vagy a főút mellett, nem tudom, de hogy különálló legyen a főúttól a bicikliárda is. Mert az autók is nagyon gyorsan hajtanak, és nehogy leüssék a bicikliseket.
A szabadkai önkormányzat Tompával és Ásotthalommal közösen határokon átnyúló IPA pályázat segítségével építené ki a 18 km hosszú kerékpárutat. Elsődleges célunk ezzel a pályázattal az, hogy csökkentsük a torlódást, a határon kialakuló torlódást. Másodlagos célunk az, hogy a közlekedés biztonságot növeljük, ugyanis a kerékpárral közlekedő személyek a kelebiai úton a határ forgalom miatt, ugye a teher és a személygépkocsi forgalom miatt nehézkesen közlekednek, és ez nem olyan biztonságos, illetve a harmadik célunk az, hogy a kerékpáros turizmust azt fellendítsük itt a határ régióban. Sikeres pályázás esetén a kerékpárút várhatóan jövőre készülne el. Reméljük, hogy valóban hamarosan megoldódik a probléma, még mielőtt komolyabb baleset történne. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Az idei tél legnagyobb hóviharai pusztítanak az Amerikai Egyesült Államok északkeleti partvidékén. Továbbképzésen vettek részt a Pannon és a Szabadkai Magyar Rádió munkatársai, egyes tudósítóink pedig új felszerelést kaptak. Óriási az érdeklődés a Vedd el a nyugtát és nyerj elnevezésű nyereményjáték iránt. A postákon gyorsan elfogynak a borítékok, ezért egyesek 50 és 100 dinár közötti áron árulják azokat. Amikor a rendőrség odaér, az árusok elszöknek, írja a Kurír. Az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztériumnál elmondták, a borítékok illegális értékesítésének megfékezése érdekében a piaci felügyelőségnek meghagyták, hogy ellenőrizzen minden olyan helyet, ahol illegális árusítás zajlik. A nyereményjáték megszervezéséért felelős munkacsoport ugyanakkor kérte a szerbiai postától, hogy csökkentsék a napi adagot, és egy személynek naponta csak 3 borítékot adjanak. Nagybecskereken a Katonai Gimnázium és a Katonai Akadémia tanárai, diákjai és növendékei mutatták be, hogy mit kínálnak a katonai pályát választó fiataloknak. A katonai pálya iránti érdeklődés felkeltését szolgáló rendezvényen a Közép-Bánáti általános és a középiskolák végzős diákjai vettek részt. Idem u osnovnu školu Mlada Stamašovca i želeo bih da upišem vojnu gimnaziju zato što mi se jako sviđa i došao sam na ovaj poziv da im šta mi se potrebno i da se polako spremam. A katonai gimnázium 100 diákot, a katonai szakközépiskola 50 diákot vesz fel. A katonai akadémia 81, annak orvosi kara pedig 20 növendék számára biztosít helyet. Kada je u pitanju Zrenjanin, to su dobri kandidati, to pokazuju i kadeti koje smo doveli sa sobom, koji imaju prosječne ocjene preko 9, izuzetni su kadeti, a bit će dobri oficiri. A katonai gimnáziumban nem régóta lányok is tanulnak. Mi smo prva generacija devojaka koja je upisala vojnu gimnaziju s ciljem da upišemo vojnu akademiju i ja sam kao malo htjela da postanem pilot, zato sam i upisala ovu školu i zadovoljna sam, u internatu smo smešteni, četvorokrevetne su sobe. A katonai pályát választó a diákok és a növendékek számára biztosítva van a kollégiumi elhelyezés, ingyenes az étkeztetésük, akár csak az egyenruha, ruházat, a tankönyvek. Havonta 5000-15000 dináros támogatást kapnak, iskoláztatásuk befejezése után pedig biztosítva van a munkahelyük. Ja bih trebalo da dobijem posao za godinu i po dana, dakle kada budem završila četvrtu godinu, očekujem da će to biti radno mesto kako zamišljam. Dakle, to je finansijska služba i ono što je karakteristično za finansijsku službu, što bih ja izdvojila, jeste da u njoj ima dosta žena. A katonai gimnázium pályázatát már kiírták, és március 15-ig tart. A Katonai Akadémia Orvosi Egyetemének és a Katonai Szakközépiskolának a pályázatait február 13-án teszik közzé, és március 31-ig várják a jelentkezéseket. 78 éves korában elhunyt Ljubiša Beara, a boszniai szerb hadsereg korábbi biztonsági főnöke. Beara egy berlini börtönben halt meg, ahol a Srebrenicában elkövetett háborús bűneiért életfogytiglani börtönbüntetését töltötte. Beárát 2015-ben ítélte el a hágai nemzetközi törvényszék.
Meghosszabbította Donald Trump beutazási tilalmának felfüggesztését az Egyesült Államok 9. kerületi fellebbviteli bírósága. Washington és Minnesota államok beadványára foglalt állást a testület. Ennek értelmében bizonyos ideig nem léphetnének be az Egyesült Államokba menekültek, illetve Szíria, Irak, Irán, Szudán, Szomália, Jemen és Líbia állampolgárai. Donald Trump szerint ezzel csökkenti a terrorcselekmények kockázatát. A bírák ugyanakkor arra figyelmeztetik, hogy az ezredforduló óta az Egyesült Államokban elkövetett merényletek egyetlen vádlottja vagy gyanúsítottja sem ezekből az országokból származott. Az amerikai elnök fokozott kritikával fordult az amerikai igazságszolgáltatási rendszer felé. A bíróságok politikailag elfogultnak tűnnek számára. Az idei tél legnagyobb hóviharai pusztítanak az Egyesült Államok északkeleti partvidékén, de riasztás van az északnyugati szövetségi államokban is. Philadelphiától New Yorkon át Bostonig vastag hótakaró borítja az északkeleti országrészeket. Hóviharok tombolnak Pennsylvániában, Connecticut államban, Rhode Islandben, Massachusettsben, New Hampshireben és Maine államban. Sok helyütt 25-30 cm-es a hó. Balesetek és leszakadt vezetékek jelzik a viharzóna mozgását. A kis és nagyvárosokban, köztük Philadelphiában, New Yorkban és Bostonban is, az iskolákban tanítási szünetet rendeltek el. Több állam kormányzati hivatalaiban arra kérték a munkatársakat, hogy csak azok menjenek be a munkahelyükre, akiknek okvetlenül szükséges, és a térség légi kikötőiben több mint 3500 repülőjáratot töröltek. Megújult műszaki felszereléssel dolgozik mától a Pannon Televízió tudósító hálózatának több tagja. Kamerából, állványból és vágóegységből álló szettet kapott a Magyar Kanizsai, a Topolyai és a Tisza-Kálmán falvi csapat. Az új felszerelés lehetővé teszi a gyorsabb és minőségibb munkát. A kollégák a felszerelést ma délután vehették át a Pannon RTV székházában Szabadkán. Eddig régi kamerákkal dolgoztak, analóg kamerákkal, több formátumú kamerákkal, ami kihatott az terepről beérkező anyagok minőségére. Mától meg ugye megújult a felszerelés a tudósítóknál, ami azt jelenti, hogy digitális kamerákkal kezdenek el dolgozni, HD minőségbe kezdenek el dolgozni, és a vágóegységek is mobil vágóegységek, ami azt jelenti, hogy laptopon tudnak dolgozni, amivel felgyorsul a munka, és sokkal minőségesebbé válik. Száraz Ferenc magyarországi előadó tartott szakmai továbbképzést ma a Pannon Rádió és a Szabadkai Magyar Rádió munkatársainak. Az előadáson kollégáink magukat is visszahallgathatták, és tapasztalatot cseréltek az előadóval. Kollégáink korábbi rádiós megszólalásait elemezte ki a szakember Szabadkán. Egy műsorvezető számára fontos, hogy egyedi, szimpatikus stílussal rendelkezzen. Ha te a hallgatóknak szeretnél, vagy a nézőknek bármit átadni és elmondani, és azt úgy teszed, ahogy érzed, és ez még a hallgatónak is tetszik, na abból jó dolgok születhetnek, és szerintem egy jó rádiós, vagy egy jó tévésnek ez a titka. Csütörtökön is lesz Pannon reggeli, többek között az... Becker Róbert a Pannon reggeli egyik állandó hangja. Fontos számára, hogy folyamatosan képezze magát, hiszen műsorvezető társaival neki kell humorral megtölteni a reggeleket. Nagyon fontos az érzelmi hatása a hallgatókra, és hogy tényleg ezek az impulzusok, amiket az ember átvesz és amit átad, tehát ezért nagyon fontos, hogy egyébként nagyon ki vagyunk képezve, tehát most szavakkal már gladiátorokat tudunk ölni. Temunovics Rita hangjára a Szabadkai Magyar Rádió hallgatói ébredhetnek, mindig felkészültenül a stúdióba. A továbbképzést azért tartja jó ötletnek, mert végre saját magát is visszahallgathatja, és kielemezheti a kollégáival. Ezek a képzések azért jók, mert ilyenkor megállhatunk egy pillanatra, és hát számot vethetünk azzal, hogy most akkor mi az, amin változtatni kellene. A magyarországi szakember szerint a szabadkai csapatban megvan a kellő kíváncsiság és elhivatottság, ezért lehet az, hogy a népszerű rádiós műsorokkal sikerül felkelteniük a hallgatók érdeklődését. Gubik Petra és Szomor György, valamint a Hungarian Musical Band fergeteges hangulatú koncertjével kezdődött meg csütörtök este Zentán az első ízben életre hívott Teátrum Neked című színházi fesztivál, amely az egész hétvégén izgalmas programokkal várja majd az érdeklődőket.
Cserháti Zsuzsa, Máté Péter és az Omega együttes dalai, valamint közismert musical betétdalok is szerepeltek Kubik Petra és Szomor György Esővé vált könnyek című zenés estjének programjában. Egyszerre voltunk színházban is, és egyszerre voltunk koncerten is, és ezt próbáltuk úgy megfogalmazni a közönségnek, hogy ne legyen egy ilyen székbeszegezett érzés az embernek, ne ilyen feszengős legyen, hanem legyen egy kicsit lazább, ezért próbáltuk mi is lazítani a köztes konfokkal, vagy egy olyan gesztussal, amitől azt érezték a nézők, hogy mintha otthon lennének, csak beültek a szobánkba. A zenés színházi műfajok manapság is nagy népszerűségnek örvendenek. Vannak nekünk is, magyaroknak is nagyon nagy sikeri műzikájaink, rockoperáink, lásd István a király, például most mondtam egyet, vagy a Padlás, de sorolhatnám. És megteremtődött ez a fajta kultúra itt Magyarországon is, és ma már azt gondolom, hogy világszínvonalon művelik itt Magyarországon ezt a műfajt. A Teátrum Neked című színházi fesztivál a napközben megszervezett gyermekprogramok után péntek este Koncz Gábor Gyorsvonat című előadásával folytatódik, majd szombaton este Udvaros Dorottya Nyáron este 10:30 című produkciójával zárul. Az isztambuli Efesz elleni hazai vereség után ezúttal Moszkvában kaptak ki a Crvena Zvezda kosárlabdázói. A moszkvai CSKA 102-80 arányban bizonyult jobbnak a belgrádi együttesnél az Euroliga 22. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. A vereség nem meglepő, hiszen a Crvena Zvezda két meghatározó játékosa, Stefan Jovic és Nemanja Dangubic nélkül lépett pályára a címvédő otthonában. A 12 győzelemmel és 10 vereséggel rendelkező belgrádi csapat ezzel a vereséggel lecsúszott a táblázat 7. helyére. Javításra a következő fordulóban lesz lehetőség, amikor az isztambuli Galatasaray látogat a Pionier sportcsarnokba. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Árad a Tiszazentánál. A hajnalban érkező áradat károkat is okozott a mólókban. Miniszterelnöki évértékelő beszédet tartott ma Budapesten a magyar kormányfő. Még mindig nem tudni, ki lesz a szerb haladó párt jelöltje a közelgő elnökválasztáson. Bűz és borzalmas látvány fogadja a bajmokra érkezőket. A falu szélén napok óta gyűlnek az állattetemek. Köszönjük figyelmüket! Amennyiben még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra a pannonrtv.com-ra. Most következik a Meddig él az ember? Magyar dokumentumfilm a Pannon TV képernyőjén. A 10 órai híradót követően pedig megnézhetik Orbán Viktor magyar miniszterelnök évértékelő beszédét. Tartsanak továbbra is velünk, szép estét kívánok, viszontlátásra!